Bakosi Béláné a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium pedagógusa lett Szabolcs megye legeredményesebb testnevelője. Az elismerést azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos döntőkön. Hát gratulálok és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a főszereplőt, akiről beszélünk, Bakosi Bélánét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Január 23-a volt ez a nagy nap, ami én úgy gondolom, hogy egy ilyen elismeréssel jutalmazott testnevelő tanárnak egy újabb szép nap, hiszen a többi szép nap, amikor ezeket a gyönyörű eredményeket eléri a diákjaival. Hány éve van a pályán? Pedagógusként, testnevelő tanárként 27 éve dolgozom, edzőként pedig 25 éve edzősködöm. Külön lehet-e ezt választani, ezt a kettőt? Igen, külön. A Vasvári Pál Gimnáziumban a vasváris diákokkal foglalkozom, ugyanakkor edzésen pedig a Nyíregyházi Sportcentrumban edzősködöm, ott pedig a város iskoláiból tevődnek össze a csoportomnak a tagjai. Azért a Vasvári Pál Gimnázium az elég híres arról, hogy sokan kerülnek ki, ügyeskezű, ügyeslábú fiatal tanulók, és azt gondolom, hogy akkor a másik helyszínen, ahol ön edzőként dolgozik, ott pedig folytathatják mindazt, ami kiderült róluk. Én is a Vasvári Pál Gimnáziumban végeztem. Mi voltunk a második testnevelés tagozatos osztály, és én nagyon sok mindent tanultam ott. Amit megtanultam, azt abból élek, azt használom mai napig is. Bővítem a tudásomat, és mint testnevelőként, mint edzőként ezt az irányelvet képviselem. Mikor fogalmazódott meg az önben, hogy pedagógus lesz és mondjuk testnevelés tanár? Én nem gondolom, hogy ez egy könnyű út. Általános iskolás koromban én nem vagyok nyíregyházi. Én Jánkmajtisról kerültem be Nyíregyházára. Az általános iskoláimat Jánkmajtison végeztem, az ottani általános iskolában és középiskolában jelentkeztem a Vasvári Pál Gimnáziumba, és onnantól kezdve itt élek. 1900, most mondhatom a számot is, 76 óta vagyok, először az NVSC atlétái voltam, tehát sportolója voltam, 91-ig, és 91-től pedig pedagógusként dolgozom. Először az Elk Zoltán általános iskolában dolgoztam 22 évet, és most már 5.-6. éve vagyok a Vasvári Pál Gimnáziumban. Mi az alapvető célja a testnevelő tanárnak? Az én célom az a legfontosabb, hogy a gyerekekkel megszeretetni a mozgást. Teljesen mindegy, hogy ő élsportoló, vagy nem élsportoló, hanem az, hogy szeressen mozogni, az egészsége a legfontosabb. És szeretnek a középiskolások tornaórára járni? Igen, tornaórára szeretnek járni, igen. Ezt jó hallani, igen, igen. Egyébként, mert igen. Ez a most már növekvő generáció azért kapja ezeket a megrovásokat, hogy igen. Nem nagyon szeretnek mozogni. Nálunk nincsen ilyen probléma. A gimnáziumban minden tanuló átöltözik, minden tanuló tornázik, tehát magatartás, fegyelmi problémáink nincsenek. Tisztelettudóak a gyerekek, és a követelményeknek megfelelően, tehát részt vesznek a testnevelés órákon. Most nézzük akkor az ön életének a másik részét már, ami a munkához tartozik, igen. Az edzősködéssel eltöltött órákat, napokat, éveket, és hát az eredményeket. Milyen eredményekre kell itt gondolni? A legelső országos diákolimpiai bajnokom egy magasugró kislány volt, amikor bekerültem az ELK-be, akkor még 19-es számú általános iskola volt, és elkezdtem edzősködni. Egy Garami Linda nevezetű kislány volt, aki 17-14 évesen 160 centivel nyerte magasugrásból az országos diákolimpiát. Tehát ezt soha nem fogom elfelejteni. De azóta nagyon sok diákolimpiai bajnokom, magyar bajnokom, van egy tanítványom, a Leveleki Bence, aki kijutott az ifjúsági Európa-bajnokságra. Ezen kívül elmondhatom azt, hogy Hellebrand Máté, a gyalogló is tőlem indult, Szikszai Robinak ugyan nem én voltam az edzője, de én vittem ki az atlétika pályára, aztán megemlítettem az én saját fiamat, Bakosi Pétert, ő is tőlem indult, Resán Gergő, Móré Győző, tehát nagyon-nagyon sok
Kaptur Éva, Vas Dávid, akik mind magyar felnőtt válogatottak voltak. Meg lehet satszolni, csak megsatszolni, hogy hány gyermekkel foglalkozott az elmúlt évek alatt? Nem tudnám elmondani. Annyit tudok most mondani, a mostani csoportomnak a létszáma 35 fő. És mennyire kitartóak a fiatalok? Kitartóak. Általában az én elvem az, hogy kicsikorba kezdek el velük foglalkozni, tehát van olyan tanítványom, aki 3,5 éves korától elkezdte nálam, és most 13 éve, 14 éves. És óvodáskorban elkezdem velük, és végigviszem őket 15 éves korig, és akkor próbálom őket irányítani, abba az irányba, melyikbe tehetségesek. Most elgondolkodik az ember rajta, hogy valaki ilyen sikeres ugye a saját területén, ugye ezt az mutatja, hogy ugye maguk a gyerekek, a diákok, a diáksportban milyen eredményeket érnek el. De én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen jó állománnyal jöjjenek az eredmények, ahhoz kell egyfajta speciális pedagógusi véna, amivel értünk a gyermekek nyelvén. Ez könnyű? Hát nem, minden gyerek más. Minden gyerek mást igényel, másképp kell velük foglalkozni, meg kell találni velük a közös nevezőt, és csak akkor tudunk előrelépni. És olyan helyzetek adódnak, amikor valaki többet gondol, többet szeretne, de nincs benne? Vagy az ellentétje, amikor szerényebb, visszafogottabb, és nógatni kell, mert több van benne? Igen, igen, előfordul. Nagyon sajnálom azokat a diákokat, mert ők a legszorgalmasabbak, akik eredményeket szeretnének. Ők minden edzésen ott vannak, de ezt úgy tudjuk kompenzálni, hogy váltókba betesszük, és akkor sikereket érnek el. Vagy pedig vannak ezek a csapatbajnokságok, és ugyanúgy részese a csapatban, az ők is eredményével hozzájárul a győzelemhez, a sikerhez. Választották-e az ön diákjai közül valahányan a testnevelői pályát? Most érettségizett az osztályom a Vasvári Pál Gimnáziumban, és elmondhatom, hogy az osztályomnak a 70%-a a Nyíregyházi Egyetemre ment. Történelem, földrajz, történelem, testnevelés, matematika, testnevelés és sportszervező szakra. És van-e utókövetés? Tehát tartja a kapcsolatot azokkal, akik esetleg 15-20 évvel ezelőtt dolgoztak önnel? Igen, visszajárnak hozzám, az atlétika pályán találkozom. Éppen tegnap találkoztam Kaptur Évával, akkor oda szaladt hozzám, kaptam tőle 2 puszit, és akkor ő is ment és végezte a dolgát. Hát ezért egy pár gondolatot a sikeres fiatalok nevein túl és a munka szépségein túl ejtsünk erről a díjátadóról. A Magyar Tudományos Akadémia épületében adták át január 23-án önnek és még 19 másik testnevelőnek ezt az elismerést. Milyen volt maga az esemény, a díjátadó? Hát nagyon ünnepélyes volt. Teljesen meg voltam hatvudva, amikor szólítottak, mondták a nevem, remegett a lábam, tehát úgy mentem, nagyon meg voltam illetődve. Való Gábortól kaptam a díjat, közös fotót is készítettünk, de nagyon sok edző kollégámmal találkoztam az országból, akik ugyanúgy átvették ezt a díjat, mint én. Vajon sokan vannak még itt a megyében ön szerint így, akik ugyanezt a munkát végzik, mint ön, akik ugyanúgy megérdemelnék, mit gondol? Igen, nagyon sokan vannak, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb rájuk fog kerülni a sor, mert megérdemlik ezt a díjat. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és további nagyon szép sikereket és kitartó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm.